6 hónapos szünet után Gáspár Gábor fotóriporter kiállításával nyitott újra a Lackó Dezső Múzeum. Az időszaki tárláton az intézmény fotógyűjteményének anyaga látható. 57 képet mutatnak be, melyek mindegyike a Veszprémi Kortárs Táncfesztiválon készült. Gábor a kezdetektől fényképezi a táncos előadásokat. A kiállítás másfél évtized terméséből válogat. Kezdetektől 1998-tól fényképezi a Veszprémi Kortárs Táncfesztivál előadásait Gáspár Gábor. A Lackó Dezső Múzeumban most az ő képei láthatók. Gábor még a megyei napi lap munkatársaként kezdte fotózni a táncosokat. Nem csak az előadásokon volt ott, de a próbákon és a szakmai beszélgetéseken is. Részt vett a fesztiválhoz kapcsolódó fotós versenyeken, 3 alkalommal fotográfiai díjat is nyert. Amikor az első táncfesztiválja volt Veszprémben, akkor mint napilapos fotográfus jelentem meg a színen, és nem meghívott fotográfusként voltam itt, ahogy a többiek. Ugyanakkor egy pillanat alatt beleszerettem a táncba, a táncfotózásába. Hihetetlen jó érzés volt itt dolgozni a többiekkel, azokkal az emberekkel, akik viszont valóban táncfotográfusok voltak és értettek is a szakmához. Rögtön tanultam tőlük, rengeteget beszélgettünk együtt már akkor, majd később már a 2000-es évek elején meghívott fotográfus lettem én is, miután én lelkesen bele ékelődtem az akkori fotográfus csapatba. És így aztán megszerettem a táncfotográfiát, gyakorlatilag minden egyes alkalommal, minden évben itt voltam, mindig végigfotóztam a táncfesztiválját, és azt gondolom, hogy számomra ez egy ilyen kikapcsolódás a napilapos és a hétköznapi munka mellett. Azt gondolom, hogy mindig kíváncsian várom azt az előadást, amit majd meg fogok nézni, hiszen a javarészt nem ismerem ezeket az előadásokat. Egyszerűen nyitott vagyok rá, és várom azt, hogy azt a kihívást, ami majd a fotózáskor elém kerül. És ugye nem minden alkalommal van arra lehetőség, hogy végigkövesd saját magad is az előadást, így csak az objektíven keresztül egy-egy részét látod. Néha-néha az egészet attól függ, hányan vannak, hányan mozognak a színpadon. Mindenképpen kihívás számomra, vagy így, vagy úgy, és nem válogatok emberek között, nincs szimpátia alap. Az időszaki kiállítás Donász Szonya művészettörténész rendezésében válogatás abból a 86 Gáspár Gábor fotóból, melyekhez pályázati támogatással korábban jutott hozzá az intézmény. 57 munkáját állították ki, köztük 17 nagyítást. Szerintem nehéz, változik a tánc, mint ahogy a fotográfia is változik. Az első 11 néhány évben ugye analóg géppel filmre fotóztunk, saját magunk hívtuk elő a tekercseket, nagyítottuk ki a képeket a kiállításokra, majd miután egyszerűbbé vált a helyzet azáltal, hogy gyorsabbá vált, inkább mondjuk azt nem is egyszerűbbé, hanem gyorsabbá vált a helyzet a digitális fényképezőgépek korában, így áttértünk, én azt gondolom, hogy sajnos a digitális fényképezőgépre, és így azért kicsit más a fotózása a daraboknak. Az analóg
korszakban, úgymondom korszakban kicsit koncentráltabban dolgoztunk. Én legalábbis azt gondolom, a többiekkel is, hogy beszélgettünk, jóval kevesebb expozíciót nyomtunk el egy-egy darabra. Ha jól emlékszem, én annak idején egy komplett táncfesztiválon 10 tekercset lőttem el maximum, ami azt jelenti, hogy 360 kocka, ami azt jelenti, hogy abból azért lett néhány olyan, ami tetszett is nekem. Manapság azért ennél jóval többet exponálok, és jóval kevesebb az a fotó, ami igazán-igazán megmarad nekem. 2000-ben fotóztam, vagy 2001-ben, erre pontosan nem emlékszem, hogy melyik volt az első meghívásom, de a kollekció az 2000-től 2015-ig tartó időszakot öleli át. Ezt onnan tudom, hogy 2016-ban akkor még múzeumban dolgozó Doknál Szonya, aki egyébként a kiállításnak a kurátora jelen esetben, pályázott arra a múzeumnál, vagy a múzeummal egyetemben, hogy legyen a Veszprémi Múzeum gyűjteményében egy anyag erről a kortárs táncfesztiválról, és 86 képet sikerült megszerezniük a képeim közül, aminek egyébként én nagyon örülök, hiszen ez egy számomra óriási megtiszteltetés, hogy Veszprémnek, ugye nem az én tulajdonomban, de a múzeum tulajdonában van egy ilyen számomra nagyon értékes anyag. Nagyon lényeges az összhang, ami a képen megjelenik. Nem lehet csak úgy kattogtatni, mert különben semmit nem ér az egész számomra. Mindig is lényeges volt, hogy egy olyan összhangba, tehát legyen egy harmónia, egy összhang a képen, amit én úgy azért utána meg tudok jelenteni valójában. Oda tudom adni mindenkinek más is, hogy más is megnézze ezt, és gyönyörködhessen benne. Nyilván az ember a testeket fotózza, azokat a szerintem naponta gyötört testeket, amivel a táncos dolgozik, hiszen minden egyes nap a gyakorlási, a kíni, a gyötrelemi, a nem is tudom, tehát szerintem valami félelmetes munka van egy-egy ilyen testnek a karbantartásában és egy-egy előadásban is, időben is, meg energiában is. Egyébként pedig azt hiszem, hogy ami engem érdekel, és már ez a színházi fotózásban is jelen van nálam nagyon-nagyon régóta, hogy próbálok nem statikus képeket készíteni. Tehát számomra ez nagyon lényeges, hogy ha már egyszer tánc, akkor mozgásban lévő embereket fotózok, és legyen valami fajta lendület. Szerintem a képeknek a nagyon nagy többsége ezt mutatja. Lendület, erő, ez mindenképpen egy ilyen fontos adaléka minden egyes képnek, hogy érezze az ember azt, hogy itt valóban az történik, hogy dolgozunk, mozgunk. Gáspár Gábor kiállításával 6 hónap után nyílt meg ismét a Lackó Dezső Múzeum főépülete.